Fut most a csatornán egy brutálisan nagy nyereményjáték, amely keretein belül a szerencsés nyertesünk gazdagabb lesz egy vadonatúj Xbox Series S-sel, plusz hozzá egy FIFA 23-as játékkal, hogyha pedig ez nem lenne elég, még az is lehetséges, hogy én fogom személyesen kivinni neki a nyereményét, szóval tud velem találkozni, és hogyha szeretné, akár ez videó keretein belül is lehetne, és tud szerepelni itt a csatornámon. Na de mit kell tenned ahhoz, hogy részt vegyél a nyereményjátékon? Csupán a leírás első linkjén keresztül beregisztrálnod, amely fragsheet.com/elekrobi. A Fragsheet egyébként egy gamer barátkereső. Ezt úgy tudod megtenni, hogy miután rámentél a linkre, a jobb felső sarokban találsz egy zöld sign up gombot, arra rákattintasz, kitalálod a felhasználónevedet, a jelszavadat, illetve beírod az e-mail címedet, majd a Pipa segítségével elfogadjátok a felhasználási feltételeket, a leges legvégén pedig meg kell erősítened, hogy nem vagy robot, ezt a képen látható betűk beírásával tudod megtenni, utána pedig a kék Submit gombra rákattintasz, és már meg is van a regisztrációt, hogyha esetleg nem sikerült, akkor mindenféleképpen próbáld újra, ugyanis lehetséges, hogy a nem vagyok robotos megerősítést elrontottad, és nagyon fontos, hogy csupán érvényes regisztrációval tudsz részt venni a nyereményjátékon. Amint ez megvan, a leírás második linkjén keresztül tudsz jelentkezni a nyereményjátékra, a teljes neveddel, illetve az e-mail címeddel. Nagyon fontos, hogy azzal az e-mail címmel jelentkezz, amellyel beregisztráltál a Fragsheetre. Mindenkinek sok sikert szeretnék kívánni, és akkor ez az Xbox már nem sokáig lesz nálam. Na de térjünk is vissza a videónkhoz. Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Végre el is érkeztünk egy újabb horror videóhoz, amelyben most hosszú kiadás után ismételten para TikTokokat fogunk megtekinteni, amik számomra a legeslegporábbak szoktak lenni, mivel ezek amatőr felvételek, amelyeket nem nagyon lehet szerkezgetni, nyilván rengeteg kamu videó is van ezek között, de általában ezeket szerintem sikeresen kiszoktuk szúrni, de akkor is vannak olyan durván megmagyaráztatlan videók folyamatosan az ilyen összeállításokban, meg ezek azért is jók, mivel olyan érzésed van, hogy ezek a személyek, akik levideózzák ezeket, csupán egyek közülünk, és akár velünk is megtörténhetne. És most, hogy mindenkit teljesen megnyugtattam, szerintem kezdjünk is bele. Mivel is indulhatna a horror videónk, hogyha nem egy lábmasszással. De mit kell itt nézni? Engem is megmasszírozhatna amúgy valaki? Már nem azért. Ja, hogy a Csajci békésen videózgatja, hogy befogta az urát, hogy masszírozza, erre pedig a felvételen meglátták, hogy ott az ajtóban nagyon is volt valami. Méghozzá nagy eséllyel egy démon, amellyel ki tudja, hogy mióta élhetnek együtt. Aha! Na ez mondjuk baj! Te csak meg akartad mérni a szellemeknek az erősségét. Erre pedig a szellem nagyon, de nagyon feldühödött. És kiütötte a kezedből. Úgy volt vele, hogy te csak nem éreges minket. Ne csináljátok velem. Nem akarom én ezt. Először már próbáltam volna megmagyarázni, hogy tuti, hogy csak a gyermeke szórakozik vele. De nagyon nem. Hát eltűnt onnan. Meg szellemnek néz ki. Meg mi ez a nevetés az elején? Mi para már? Iszok egy kicsit, ne haragudjatok ugyanis. Még azért eléggé betegeskedek. De aki ütögeti az ajtót, tuti, hogy nem az a tag, aki az előbb eltűnt. Ugyanis sokkal, de sokkal nagyobbnak tűnik. Hát nézzétek már meg! Nagyon, de nagyon kicsi volt ő. Időközben lehetséges, hogy megérkezett az apukája, aki nagyon is keresi a gyereket. Aha!
ez meg mégis mi? Amikor égett a villany, mert akkor is olyan fura volt nekem ez az ajtó, de szerintem ide van rakva egy törölköző is csupán azért. De hát azt kell itt nézni, hogy amikor lekapcsolja a villanyt, akkor ott van egy árnyék. Na de hogy az? Ott minek az árnyéka? Az egy nagyon, de nagyon jó kérdés. És már megint ott volt. Ja! Hogy egyre jobban kirajzolódik egy emberi alakot. Pedig már próbáltam volna magyarázni, hogy tuti, hogy valamelyik komódra úgy süt be a holdnak a fénye, hogy ilyen árnyékot ad ki. De az nagyon, de nagyon nem egy ottani tárgynak az árnyéka. Hát de hogyha nem azoknak, akkor mégis mi az ott? Vajon sikeresen levideózott egy szellemet? És most ezt láthattuk? Hát benne van bőven az is. És nem zárhatjuk ki. Te meg hol vagy, emberem? Valami elhagyatott raktárban? És meghallod valakinek a sírását. Nyilván egyedül vagy. Hogyha velem történne egy ilyen, én is tudod, hogy egyből elkezdeném videózni. Szóval nem meglepő, hogy ez rögzítve van nekünk. Mintha azt írtott volna, hogy minél közelebb megy, a sírást annál messzebbről hallotta. Hát akkor ezek szerint nem találta meg a sírásnak a forrását. Ne! Nagyon, de nagyon nem tetszik nekem ez a folyosó. Ott az ajtóban van valaki? Aha! Na ettől felállt a szőr a kezemben, nem is kicsit. Hát mi volt ez? De a nyugodtságunk érdekében inkább jobb is, hogyha nem tudjuk. Te is valami elhagyatott para helyen vagy? Az ott a kanapén egy kutya? Ugye? Így de régies helyen vagy. És ott áll egy kislány? Azt jól látom, mert telibe kirajzolódik. Itt van a haja, itt van a lába, minthogyha szoknyában lenne, és szerintem háttal van nekünk. Mindjárt megfordul, és elkezd felénk rohanni. Nem. Ennyi volt ez a videó? De mintha az a két pötty a szeme lenne, és nem is háttal van nekünk akkor. Léci, mondd azt, hogy ennyi volt. Tudja, hogy csak egy bábú. Hát de mozgatja a fejét, hogy lenne akkor bábú, ember? Telibe azok ott a szemei. Na ettől is libabőrös vagyok. Hát nagyon mozog. Nem csoda, hogy a videón készítője ennyire rángatja a telefonját. És ilyen rossz minőségű felvételt tudott rögzíteni nekünk. Persze, hol is lehetnénk, hogyha nem egy erdő szélén. De nézzük a jó oldalát, legalább nem egy erdőben vagyunk. De azt mondja, hogy mintha valaki beszaladt volna abba az erdőbe. Tudja, hogy látott valakit. Aha, ott van valaki. Ott van egy férfi, szól is egyből a férjének. Hát tényleg ott volt, és ez a videó nagyon, de nagyon valóságosnak tűnik számomra. Hát de telibe ott laknak az erdő mellett. És ezek után aludjál nyugodtan,
amikor, bármikor megjelenhet ez a férfi újra és újra, miközben az álmod közepén vagy. Bárha belegondoltok, az udvarotokba is simán bemászhat valaki, és így megjelenhet. Miért paráztatom magunkat? Ez nem szándékos volt, most esküszöm. De az ilyen para alakok pedig szeretik az erdőket, nem véletlenül. Na, a te házadat is megszállta egy démon. Hát valaki, vagy esetleg valami, nagyon, de nagyon zörög az emeleten. Tuti, hogy a tesód csak elkezdett jazz dance-elni. Nem lesz itt semmi para! Hello? Aha! Akkor nagyon jönne, én ez a sajt szállt. Hát ott elsuhant valami. Nem vette észre, csak videón látszódott? Szerintem nem látta a felvételünk készítője, ugyanis teljesen higgadt maradt. De nem, hát hátrébb húzódott. Szóval feltűnt neki. Nagyon fura nekem, hogy nem ijedt meg jobban. Aztán lehetséges, hogy folyamatosan ez az ő életében mindennapos, hogy ilyen dolgok történnek. A másik irányba ment el az a démon. Aha! Ne nyisd ki a szekrény, Déci! Jó, az nem a szekrény. It's getting old. Hanem az az ajtó, amin keresztül bement a szobába, és persze, hogy már mozog a lámpa. Meg bekapcsolt magától a tévé, nyilván. That you've got then. Nyugi! Do anything else for me? Semmi probléma nem lesz, persze, hogy nem lesz. Maximum megölt téged. Mondja neki, hogy sikeresen rögzítettem ezt. Mutatsz még nekem valamit? Ne cukkold már fel a szellemet! Itt amúgy, minthogyha az ajtó formájában kirajzolódna egy arc. Az neki nem tűnt fel, csak most nekem? Hát ezek szerint nem. De telibe, mintha... Mike. Ott lett volna egy arc, most rendesen megijedtem. Az ott lévő kabátoktól az megvan. Hát de nézzétek már, meg full úgy nézett ki, minthogyha ott állna valaki. Mike. Ha nem horror videó lenne ez, akkor lehet, hogy nem ijedtem volna meg. Na de most? Nagyon is megijedtem. Ez már egy teljesen másik ház. Hello. Az a probléma, hogy túlságosan sok házat szálltak meg a démonok. Csak nehogy az legyen, hogy az ablakon keresztül meglátunk egy árnyat. Wow. Miért nyitott ki? Na itt meg mégis mi történt? Meglátott valamit és elkezdett felfelé rohanni? Látott. Már megint liba bőrös vagyok. Na ez durva volt. Nagyon is. Az egész életedet megkeserítheti egy ilyen. Na de akkor, ennyi is lett volna ez a videónk, tegyünk úgy, minthogyha mi sem történt volna, és semmi parát sem láttunk volna, ugyanis akkor, hát ha
jobban fogunk majd aludni, és fogunk tudni, hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, kérlek oda is iratkozzatok fel, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban, addig is, szevasztok!